Így néz ki majd az a három szintes, 6000 négyzetméteres belgyógyászati tömb, amely a pulmonológia, az infektológia és az onkológia osztályoknak ad otthont. Elkezdődött a tervezés folyamata, 2022 elejére elkészülnek a szerkezet építési kiviteli tervek, mondta el Varga Tamás, országgyűlési képviselő. 122 nem új ágy, hanem 122 meglévő ágy költözik majd ebbe az új épületbe, ahol nem csak kórtermek, mosdók és fürdők lesznek természetesen, hanem az összes szükséges kiszolgáló helyiség is, és mindez rácsatlakozik arra a folyosóra, ami szintén megújul, és összeköti az épületeket, a hotelépületet, és a mögöttünk látható 2014-ben átadott és elkészült diagnosztikai tömböt, és így válik egy tömbkórházzá a mi székesfehérvári kórházunk. Az új épület tömb a Modern Városok program keretében 11,5 milliárd forintból épül meg. Varga Tamás elmondta, a korszerűsítést már 2002-ben szerették volna megvalósítani. A teljes programot, mindannak egy szűkített változatát is, tehát két ízben is az akkori szocialista kormányzatok nemes egyszerűséggel áthúzták, és azt mondták, hogy nem, erre nem adnak pénzt. És aztán 2010 után a polgári kormány, az Orbán Viktor vezette kormány döntött úgy, hogy az első része, az első üteme megépült a programnak, és ez most a második üteme, amihez mi hozzátettük a légtechnikai berendezések, tehát meglévő épületek légtechnikai berendezésének megújítását is. Varga Tamás hozzátette, azoknak a parkolóknak az építése is a program része lett, amelyek már el is készültek az Erzsébet út végén és a Seregélyesi út, Kikindai utca közötti saroktelken. A belgyógyászati tömb várhatóan 2023 elejére lesz szerkezetkész, annak az évnek a végére, legkésőbb 2024 elejére pedig teljesen elkészül.